Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és a Prestigio Multifone 8500 Duo-t látjátok. Ami egy ártó első Windows Phone 8.1-et mutató készüléke. Ez egy 5-szoros HD kijelzővel ellátott modell, ami 1280x720 pixeles, tehát igazából egy egészen jó képességekkel rendelkezik. IPS panel, ami a betekintési szögeket tekintve is egészen korrekt, és a fényerője sem tűnik annyira vészesnek. A teljes előlapot Gorilla Glass szöveg borítja, kijelző alatt 3 darab kapacitív érintőgombunk van, amelyek világítanak is, illetve itt alul van egy mikrofonunk. Felül van kameránk, fényérzékelőnk és távolságérzékünk, valamint egy hangszórónk is. A telefon oldalról kellemes slim dizájnt kapott, itt oldalt látható felül, bal oldalt a hangerőszabályozógom, felül van a micro USB töltés, radiotátvitelre, valamint a jack csatlakozó. A készülék jobb oldalára került a bekapcsológomb, alul pedig nincs tulajdonképpen semmi. Itt, ha megnézzük, a hátlap az matt, fekete színű, igazából egy nagyon minőségű kis mintázat van rajta, ami közelről látszik, csak ez egy picit gátolja a csúszást is a készülékházon. A hátlapon van egy hangszórónk, illetve felül van a kameránk, amely nézem is, hogy hány megapixeles. Ez egy sima 8 megapixeles kamera, amely kapott egy plusz vakut, illetve egy mikrofont is ide a hátlapra. Itt, hogyha még ezt felnyitjuk a készülék hátlapját, amely természetesen eltávolítható. Itt látható alatta az akkumulátor, illetve két mini SIM kártya slot, hiszen ez egy dual SIM-es modell, ezen kívül pedig talán még egy microSD bővítő helyet is, ami mindenképpen pozitívumnak értékelhető. Maga a készülék Windows 8.1-et futtat, 4 magas 1,2 GHz-es processzorral, 1 GB RAM-mal, 8 GB háttértárral, tehát egy abszolút jó középkategóriás felszereltségről beszélünk. Megvan benne ugyanúgy az értesítési sáv, illetve a gyors beállítások. Ha belemegyünk a beállításokba, talán megtaláljuk a rendszer információkat is. Itt látható, hogy a Windows 8.1 jelenleg elérhető legfrissebb rendszere van rajta. A Windows 8.1 alkalmazásaiból igazából nagyon sok hiányzik, hiszen nagyon sok készüléken, ugye vagy a legtöbb készülék az Nokia, amelyen a Nokia saját alkalmazásai vannak. Nyilván ezek hiányoznak erről, hiszen ez egy Prestigio készülék. Megnézzük viszont a kamerát, hogy hogyan működik, hogyan szolgál. Látod, hogy kicsit akadozik, ahhoz képest, hogy maga a Windows Phone rendszer egészen gyors. Kamera feldolgozása kevésbé nevezhető gyorsnak. Van autofókuszunk, ami mindenképpen hasznos. És hogyha megnézzük mondjuk az előbb elkészített képet, akkor láthatjuk azt, hogy azért ránéltve eléggé zajos a kép, nem a legjobb minőség. Összességében viszont egy olcsó telefonhoz mérten egészen használható. Ez volt tehát a Prestigio Multifone 8500 Duo Windows Phone 8.1-el. Kövessétek továbbra is a Tech2.hu oldalt. Sziasztok!